Együttműködés a Nyíregyházi Egyetem ezen túl kutatásfejlesztéssel és képzésekkel segíti a Máté Szalkai Ipari Parkban működő vállalatok munkáját, a cégek pedig szakmai gyakorlati lehetőséget, illetve később munkahelyet biztosíthatnak a hallgatóknak. Hivatalos jelöltek országos szinten az elsők között gyűjtötte össze a megfelelő számú aláírást Tilki Attila és Kovács Sándor, a Fidesz-KDNP két országgyűlési képviselőjelöltje. Okos mérés. Már közel 20 ezer végpontot mérnek okosan az észak-kelet-magyarországi régióban a KOM, vagyis Központi Okosmérés ZRT Központi Intelligens Hálózat mintaprojekt keretén belül. Együttműködési megállapodást kötött a Nyíregyházi Egyetem és Máté Szalka város önkormányzata. A Kölcsei Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket! A Megyeszékhely Felsőoktatási Intézménye ezentúl kutatásfejlesztéssel és képzésekkel segíti a Máté Szalkai Ipari Parkban működő vállalatok munkáját, a cégek pedig szakmai gyakorlati lehetőséget, illetve később munkahelyet biztosíthatnak a hallgatóknak. Az együttműködés része annak a pályázatnak, mellyel a Máté Szalkai Ipari Park Tudományos és Technológiai Park címet nyerhet el. Február elején Máté Szalkán írt alá együttműködést a település önkormányzata az ipari park vezető optikai cégeinek a képviselőivel. Az együttműködés célja, hogy az ipari park továbbfejlődhessen és elnyerje a Tudományos és Technológiai Park címet. Magyarországon 2013 óta létezik a Tudományos és Technológiai Park kategória. Ez az ipari parknak egy 21. századi innovatív üzleti modell alapján továbbfejlesztett változata. A különbség elsősorban a vállalatok kutatásfejlesztésében és a hozzáadott értékben tükröződik. A Tudományos Technológiai Ipari Park az gyakorlatilag Magyarországon az ipari parkok krémjét jelenti. Ez egy elit klub. Jelen pillanatban információim szerint talán 11-12 van az országból, és nem is lesz túlságosan sokkal több, azt hiszem talán 20 az a maximális nagyságrend, amivel a kormány a későbbiekben számolni szeretne, és kiemelt projektek kerülnek megvalósításra a tervek szerint ezekben a ipari parkokban majd. Az ipari park területén működő vállalatok már nem csupán a gyártásra fordítanak kiemelt figyelmet, hanem a kutatásfejlesztésre is. Ez segíti a továbbiakban az a megállapodás, melyet a Tudományos és Ipari Park cím és a további fejlesztések érdekében most Máté Szalka város önkormányzata és a Nyíregyházi Egyetem kötött. A megállapodás értelmében az oktatási intézmény és a település vállalatai a jövőben közösen dolgoznak a kutatások meghatározásában, kidolgozásában és megvalósításában. Próbálunk lépést tartani a vállalatainkkal, és ez a együttműködés ennek ad lehetőséget, ennek ad keretet, és kvázi a kutatásfejlesztési bázisukat hivatott ez az együttműködés fejleszteni, hogy legyen egy olyan partner, akivel le lehet úgy ülni, beszélgetni, hogy akkor pontosan mi az a kutatásfejlesztési cél, amit közösen minden cég felvállalhat. A kutatásfejlesztési célok között szerepelhetnek környezetvédelmet, humán erőforrást, vagy akár vegyi anyagok előállítását is érintő területek. A Nyíregyházi Egyetem pedig kiváló szakmai partnerként működhet közre. A Nyíregyházi Egyetem minden tekintetben kész arra, megfelelő személyi állománnyal, megfelelő infrastruktúrákkal, laborokkal rendelkezünk ahhoz, hogy a Máté Szalka város cégeinek a kutatásaiba, a kutatásfejlesztésébe bekapcsolódjunk, tehát ez az elsődleges. Egyébként pedig oktatás területén, képzés területén. Ez utóbbiban pedig akár egy kölcsönös kapcsolat is kialakulhat Vasné dr. Figula Erika szerint, aki úgy véli, az egyetem képzésébe oktatóként bekapcsolódhatnak a Máté Szalkai vállalatok szakemberei, a hallgatók pedig szakmai gyakorlatukat töltetik a cégeknél, amelyek utána akár elhelyezkedési lehetőséget is biztosíthatnak a végzett tanulók számára. Országos szinten az elsők között gyűjtötte össze a megfelelő számú aláírást Tilki Attila, így hivatalosan is ő a Fidesz-KDNP országgyűlési képviselő jelöltje Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 4-es számú választókerületében. Február 19-én délután az aláírásgyűjtés első napján a párt 5-ös számú körzetének jelöltje Kovács Sándor is hivatalos induló lett az április 8-ai választáson.
A választást megelőző 50. napon kezdődik a hivatalos kampány. Ez az időpont 2018-ban február 17-e, azaz múlt hét szombat volt. A jogszabály szerint ez azt jelenti, hogy minden tevékenység kampányolásnak számít, amely alkalmas a választói akarat befolyásolására. Ilyen eszköz lehet például egy plakát vagy egy politikai hirdetés. Fontos szabályok vonatkoznak a plakát elhelyezésre is. Nem fedheti más jelölt vagy párt plakátját, károkozás nélkül eltávolítható kell, hogy legyen, valamint a választást követő 30 napon belül kötelező eltávolítani azokat a közterületekről. Április 8-án a választó polgárok két szavazattal rendelkeznek. Egyrészt voksolhatnak az egyéni választókerületük képviselőiről, másrészt az országos pártlistáról kiválaszthatják, hogy melyik pártot támogatják. Egyéni választókerületben az a független vagy pártjelölt indulhat, aki legalább 500 választópolgár támogató aláírását összegyűjti március 5-éig. Ezeket február 19-től hétfőtől gyűjthetik. Országos szinten is az elsők között Tilki Attila, a Fidesz-KDNP jelöltje gyűjtötte össze a szavazatokat. Ő így már hivatalosan is a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei 4-es számú választókerület képviselőjelöltje. Mindössze 3 óra alatt 1262 támogatói aláírás gyűjtött. Országosan is elmondhatjuk, hogy dr. Tilki Attila országgyűlési képviselő elsők között kapta meg azt a bizalmat a választópolgároktól, amely feljogosítja őt az országgyűlési képviselőválasztáson való indulásra. Nyilván ez egy folyamat, és ez az első állomása volt. Én arra kérném a lakosságot, hogy támogassa a jövőben is Tilki Attilát és a Fidesz-KDNP-t, hiszen tudjuk azt, hogy az az autópálya, amelyen épp a Kölcsei tévés tábla is lejött hozzánk, az a számtalan munkahely a térségben, amely megvalósult, és amely elsődleges munkahely. Az a számtalan topos pályázat és azon pályázati források, amelyek az elmúlt időszakban ide ebbe a térségbe, Szatmárba, Meregbe és a Felső-Szabolcsba ide érkeztek, ez mindenképpen a helyi országgyűlési képviselőknek, kiemelten térségünkben dr. Tilki Attila országgyűlési képviselőnek, valamint a teljes politikai stábnak köszönhető. Az aláírásgyűjtés első napján a Fidesz-KDNP minden képviselő jelöltje összegyűjtötte az elegendő aláírás Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. Így az egyes számú választókerületben Szabó Tünde, a kettesben Vinnai Győző, a hármasban Seszták Miklós, a négyesben Tilki Attila, az ötösben Kovács Sándor, a hatos számú választókerületben pedig Simon Miklós hivatalosan is országgyűlési képviselőjelölt. Már közel 20 ezer végpontot mérnek okosan az észak-kelet-magyarországi régióban a KOM, vagyis Központi Okos Mérés ZRT, Központi Intelligens Hálózat minta projekt keretén belül, mondta el Jó László 35 perc című műsorunkban. A Nyírtávhő Kft. Ügyvezető igazgatója kiemelte, a cél a tervezhetőbb fogyasztás. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyéből a Nyírtávhő Kft. És a Nyírségvíz ZRT vett részt a mintaprojektben. A távhő szolgáltató 80 millió forintból korszerűsítette a rendszerét. A KOM, Központi Okos Mérés ZRT országos kiterjedésű mintaprojekt keretében vizsgálja a hazai okos mérési hálózat kialakításának lehetőségeit. Mintegy 100 ezer fogyasztási végpontot bevonva a villamos energia, földgáz, víz és távhő szektorból. A projekt megvalósulása során kiemelt szerepet kapott az észak-kelet-magyarországi régió, ahol az elmúlt időszakban közel 20 ezer mérési végpontot cseréltek intelligensre. Igazából egy speciális helyzet van itt Nyíregyházán, hiszen az elmúlt években már kialakítottuk a távfűtési fogyasztók esetében azokat az okos mérőket, amelyek mérik a fogyasztásokat, azonban ezek a mérők nem voltak rendszerbe kötve, és ezzel az okos mérés mintaprojekttel tulajdonképpen ezeket az egyedileg intelligens berendezéseket kötöttük egy rendszerbe, és kötöttük be online felületbe. Ez az online felület a KOM ZRT, az okos, Központi Okosmérés ZRT online felülete, ahonnan később információk nyerhetőek le az ott bekötött mérőkről. Hónapokig tartó komoly előkészületek is munka előzte meg az intelligens rendszerek telepítését. A Nyírtávhő már 2015-ben megkezdte beépíteni az analóg berendezések helyére az úgynevezett intelligens digitális mérőműszereit. Ebből két különböző típus létezik. Az egyik a használati meleg vízmérő, amelyből Nyíregyházán 16 ezer darab van a fogyasztóknál, és több mint 55 ezer darab költségosztó, ami szintén intelligens. Ugye 2016-ban indult ez a mintaprojekt, és hát ugye az északi régióban itt különösen Miskolcon és Nyíregyházán két szék, hiszen a nyírségvízzel vagyunk ebben a projektben, és 2016-ban indult,
de a Nyíltávfőnél van legnagyobb darabszámú mérési pont, hiszen az előbb említettem 55 ezer és 16 ezer mérő, tehát több mint 70 ezer mérési pont. Ezt 16 év végén kezdtük el ezt a mintaprojektet, és 17 márciusában, tehát egy éve lesz lassan, hogy szolgálatba állítottuk, és már a májusi távfőszámlát ezzel készítettük, tehát a fűtést ezzel olvastuk le, illetve a melegvízszolgáltatást már két alkalommal, tavaly júniusban, illetve az idén januárban is ezzel készítettük. Közel 100%-os pontossággal történtek a mérők leolvasásai. A pontosság mellett másik előnye az intelligens rendszernek, hogy az ingatlan tulajdonosnak nem szükséges otthon tartózkodni. A szolgáltató a lakáson kívül olvassa le a műszereket. Mintegy 1,2 millió forintos keret áll az ifjúsággal foglalkozó szervezetek rendelkezésére, hogy különböző programokra pályázzanak. Ez a Városi Diák Parlamenti Ülésen hangzott el Nyíregyházán. Az eseményt már második alkalommal rendezték meg, ahol a diákok 8 különböző szekcióban mondhatták el problémáikat, véleményüket, amelyeket később Nyíregyháza polgármestere is megkap, és a lehetőségekhez mérten be is épít a város életébe. Második alkalommal tartották meg a város diák parlamenti ülését Nyíregyházán. A diák parlamentben 2016. január 25-e óta Bándárius, a Kölcsey Ferenc gimnázium diákja látja el a diák polgármesteri tisztséget. A fiatalokból álló testület tevékenységének egyik alapja, hogy minél érdekesebb, színesebb programokkal járuljon hozzá a városi diák élethez. Szeretnénk ezt ilyen hagyományteremtő célra is továbbadni a következő diák polgármester, a polgármestereknek. A célja az egész az is, hogy a fiatalok el tudjanak jönni, és egy struktúrált párbeszéd formájában el tudják mondani a problémáikat, véleményeket különböző témákban. Ezért is hoztunk létre vagy 8 darab szekciót, mint például a DÖK, diák élet, kultúra, közösségi terek, esélyegyenlőség, diák sport, és ugye természetesen ezekben a szekciókban többféle témát is kitaglanak, tehát elég átfogóan fogják tudni kibeszélni problémáikat, véleményeiket. Az ülésen ezeket átbeszélik, és amennyiben reálisak, a lehetőségeket a szekcióvezetők összefoglalják, és továbbítják Nyíregyháza polgármesterének. Általában programokra vonatkoznak ezek a javaslatok, ennek megfelelően például beépítettük a Hello Nyíregyházába, lesz a diákoknak egy külön fóruma, lehetősége. Vonatkoznak különböző fejlesztésekre is természetesen, amiket figyelembe veszünk, és az egyéb lehetőségek mérlegelésével meg is fontolunk. Azt nyilván a diákoktól nem lehet elvárni, hogy ők képbe legyenek, hogy milyen EU források, pályázati lehetőségek és milyen egyéb problémák vannak egy-egy beruházás indítása előtt. Az ifjúsági terület folyamatosan változik, új koncepciók és új célok jönnek létre. Ezért a 2015-ös ifjúságkutatást idén ősszel megismétlik, hogy átfogó képet kapjanak az ifjúság jelenlegi helyzetéről és az elmúlt 3 év alatt történt változásokról. Fontos újítás az ifjúsági alap létrehozása. Elsőként lesz lehetőség ifjúsággal foglalkozó szervezeteknek különböző programokra pályázni. Ennek a kerete 1 millió 250 ezer forint. Tegnap a bizottság döntött a pályázati felhívás elfogadásáról, elfogadta. Ez a jövő héten megjelenik a napjúságra, illetőleg a honlapon. Úgyhogy szeretném felhívni erre a figyelmet, hogy innentől kezdve meg lesz határozva, hogy meddig lehet a pályázatot benyújtani, viszont az egész éve vonatkozóan, tehát december 31-ig megvalósítandó programokra lehet majd pályázni. A következő diák polgármester választást március 20-án tartják majd. Az elmúlt években jelentős különbségek alakultak ki a nyugdíjakban, ezért differenciált nyugdíjemelést javasol az MSZP. Erről Csabai Lászlóné, a párt országgyűlési képviselőjelöltje beszélt nyíregyházi sajtótájékoztatóján. A Magyar Szocialista Párt nyugdíjasokat érintő programjában az öregségi minimális nyugdíjemelése, a nyugdíj melletti munkavégzés korlátozásának feloldása és a rokkant ellátás igazságossá tétele is szerepet kap, tette hozzá Csabai Lászlóné. A nyugdíjak felzárkóztatása, ezt úgy lehet elérni, hogy nem százalékos formában történne a nyugdíj meghatározása, hanem egy összeggel, ami azt jelenti, hogy az alacsony nyugdíjasok magasabb összegű nyugdíjat kapnának a magasabb összegűeknek, től pedig azt kérjük, hogy fogadják el egy időre, amíg ez a felzárkóztatás megtörténik, hogy ők is kapnak nyugdíjemelést, de nem arányosan a nyugdíjukhoz képest.
Idén először ünnepeljük a Magyar Szép Próza napját, ebből az alkalomból több író-olvasó találkozót is szerveznek. Az elmúlt héten Bene Zoltán író volt Nagykáló és Nyíregyháza vendége, hétfőn pedig Forgács András író, műfordító, dramaturg beszélt műveiről a Móri Zsigmond megyei és városi könyvtárban. Az irodalom különböző műfajait évek óta ünnepeljük hazánkban. Szeptember 21-e a Magyar Dráma napja, április 11-én József Attila születésnapján ünnepeljük a költészetet. A Magyar Írószövetség kezdeményezésére 2018-tól kezdődően februárban néhány napon át a szép prózára irányul a figyelem. A Magyar Írószövetség javaslatára végül február 18-át nevezték ki a Magyar Szép Próza napjává, hiszen ezen a napon született Jókai Mór, az egyik legnagyobb írói életművet létrehozó szépíró. Így ettől az esztendőtől 2018 februárjától minden esztendőben úgy tűnik, a jövőben is, február 18-a táján, nagyjából egy héten keresztül az írók, az irodalmárok, az olvasók, közönség, mindazok, akiknek fontos a magyar irodalom, a Magyar Szép Próza napját, napjait is meg fogják ülni. Az Írók a könyvtárban sorozat hétfői estjén Forgács András író, dramaturg, műfordító találkozott az olvasókkal. A szerző nem ismeretlen Nyíregyházán, a kultúráért rajongók körében, hiszen dramaturgként, fordítóként gyakran közreműködik a Móri Zsigmond Színház előadásainak létrehozásában. Forgács András szerint ma nagyon fontos, hogy nagyobb figyelmet kapjon az irodalomnak ezen területe. Nem olyan széles az olvasottsága, mint volt az én fiatal koromban. Tehát ha egy könyv elfogy 20-30 ezer példányban, az már fantasztikus eredmény. Akkor meg 150 ezerben fogytak el a könyvek. A kicsit ketté tört az irodalom és a nem irodalom világa, de ez azért is van, mert az internet és a képi gondolkodásmód és ezek a játékok, ezek kicsit átvették az érdeklődést, tehát jobban érdekli az embereket. Ettől függetlenül a magyar irodalomban ennyi tehetséges, izgalmas író, nem is tudom, hogy mikor volt utoljára. Ez nem akadályozza meg, hogy az ember kifejezze magát, és hál' Isten a kiadókat sem akadályozza meg abban, hogy minden évben sok könyvet jelentessenek meg. A találkozón Karádi Zsolt beszélgetett a szerzővel Élő kötet nem maradt című regényéről. A 2015-ben megjelent mű témája az ügynök kérdés. Forgács András a 2014-ben előkerült akták alapján szülei valós történetét írta meg, akik pápai és pápai nénéven 3/1-es ügynökök voltak. A regény sikerét mutatja, hogy a hazai megjelenés után 16 nyelvre fordították, illetve fordítják le, legutóbb Olaszországban volt nagy visszhangja. A mű március végén újra megjelenik itthon is, ezúttal bővített kiadásban. Újabb nagy különbségű idegenbeli győzelmet aratott a Sunshine Nyikse. Kovács Tibor együttese a férfi kosárlabda NB2 keleti csoportjának 16. fordulójában lejátszott mérkőzésen Mezőberényben nyert 105-66-ra. A nyíregyházi csapat pénteken Gyulán lép pályára. A sok őszi hazai meccs következményeként az év elején sorozatban idegenben lép pályára a Sunshine Nyikse. Kovács Tibor együttese a legutóbbi fordulóban Mezőberénybe látogatott, ahol érvényesítette is a papírformát. Az első negyedet 25 ponttal nyerték Farkasinszkijék, megalapozva a magabiztos győzelmet. Végül 39 ponttal nyert a nyíregyházi gárda, úgy, hogy minden játékosa kivette a részét a pontszerzésből. A realitás azt mutatta, hogy azért mi vagyunk az esélyesei a mérkőzésnek. Ez negyedenként egy 8-10 pontot jelentett. Volt, amikor azért szorosabb volt, 20 pont alá jött az ellenfél, de utána sikerült újítanunk. Azt hiszem a realitás, és elsősorban annak köszönhető azért nálunk sokkal hosszabb volt a cserepad, szerkezetben erősebbek voltunk, úgyhogy én azt gondolom reális győzelmet arattunk. A munkánk nagy része azért is fontos, hogy mindenki érezze magáénak a csapatot, hogy nem igazán az az egy-két ember, akik eddig mezőnyből sokat tettek hozzá pontban, itt Brálme, Szavicsról és Takács Mátéra rájuk gondolva, hanem most már alsó posztokról is folyamatosan jönnek a pontok, illetve hát a többiek is szépen bekapcsolódnak. Csapatjátékban ez nagyon fontos. A nyíregyháziak a következő 3 meccsükön is idegenben lépnek pályára. A pénteki gyulai találkozót követően 2 rangadó vár Szavicsékra.
A háromból kettő nagyon nehéz lesz, talán nem lebecsülve az ellenfelet, a Gyulát, a következő ellenfelet, ahol reálisan hasonló, mint a legutóbbi mezőberényi mérkőzésen mi vagyunk az esélyesek, de nem csak a meszt kell kidobni, kivinni a pályára, hanem oda kell tenni mindenkinek magát. Hát utána jön egy Ceglédi és egy Debreceni meccs, akik még jelenleg előttünk állnak. Nagyon nehéz mérkőzések előtt állunk ezen a szinten. Szeretnénk megnehezíteni az ellenfelek dolgát azon a két mérkőzéssel is, de elsősorban győzni szeretnénk. A tabellán jelenleg 12 győzelemmel és két vereséggel a harmadik helyen álló Sunshine Nyiksét hazai környezetben legközelebb március 23-án a Szentes ellen láthatják a szurkolók. Híradónk végén nézzük a legfontosabb híreket még egyszer, röviden. Együttműködési megállapodást kötött a Nyíregyházi Egyetem és Máté-Szalka város önkormányzata. A megyeszékhely felsőoktatási intézménye ezentúl kutatásfejlesztéssel és képzésekkel segíti a Máté-Szalkai Ipari Parkban működő vállalatok munkáját. A cégek pedig szakmai gyakorlati lehetőséget, illetve később munkahelyet biztosíthatnak a hallgatóknak. Az együttműködés része annak a pályázatnak, mellyel a Máté-Szalkai Ipari Park Tudományos és Technológiai Park címet nyerhet el. Országos szinten az elsők között gyűjtötte össze a megfelelő számú aláírást Tilki Attila, így hivatalosan is ő a Fidesz-KDNP országgyűlési képviselőjelöltje Szabolcs-Szatmár Bereg megye 4-es számú választókerületében. Február 19-én délután az aláírásgyűjtés első napján a párt 5-ös számú körzetének jelöltje Kovács Sándor is hivatalos induló lett az április 8-ai választáson. Már közel 20 ezer végpontot mérnek okosan az Északkelet-Magyarországi régióban a KOM, vagyis Központi Okos Mérés ZRT Központi Intelligens Hálózat mintaprojekt keretén belül, mondta el Jó László 35 perc című műsorunkban. A Nyírtáfő Kft. Ügyvezető igazgatója kiemelte, a cél a tervezhetőbb fogyasztás. Szabolcs-Szatmár Bereg megyéből a Nyírtáfő Kft. És a Nyírségvíz ZRT vett részt a mintaprojektben. A távfő szolgáltató 80 millió forintból korszerűsítette a rendszerét. Önök a Kölcsei Televízió híradóját látták február 20-án kedden. Friss hírekkel holnap este várjuk majd Önöket. Tudósításainkat addig is elérik honlapunkon. Én munkatársaim nevében is köszönöm a figyelmüket. A viszontlátásra! Holnap is borongós időre lehet számítani. Még holnap is az a mediterrán ciklon alakítja időjárásunkat, ami ma is borult, az ország nagy részén csapadékos időjárást okozott. Az éjjeli órában túlnyomóan borult lesz az ég, havazás várható, a keleti szél helyenként megélénkül. Reggelre általában -1 fokig csökken a hőmérséklet. Holnap napközben is borult lesz az ég, gyenge havazás, havas eső egyaránt valószínű. Az északkeleti szél megélénkül, helyenként megerősödik. Délutánra 3 fokig emelkedik a hőmérséklet. Meleg fronti hatás van térségünkben. Péntekig mediterrán ciklon alakítja időjárásunkat, sok lesz a felhő, de térségünkben legfeljebb gyenge havazás, havas eső várható. Több helyütt megerősödik az északi, északkeleti szél. Éjszaka kevéssel fagy pont alap, napközben pedig pár fokkal felett alakul a hőmérséklet. A hétvégén észak felül igen hideg levegő árasztja el térségünket. Emiatt jelentősen visszaesik a hőmérséklet, és bár kisüt a nap, de napközben is fagyos időnk lesz.